struktúrált tudást, egy stratégiai gondolkodást, módot. Oda kell figyelni arra, hogy különböző szakmákat célozzunk meg, és ne egybevegyük ezt a célcsoportot, hanem szegmentáljunk. Nagyon sok hasznos dolgot tanultam, például a múlt órán a persona alkotást. Mondjuk, ha leültetnének, hogy holnap készítsek egy kampányt, akkor azt eddig nem tudtam volna, és most úgy érzem, hogy sikerülne. A storytelling, ami engem nagyon érdekel, vannak értékeink, de nem töltjük meg tartalommal. Hogyan csináljak egy analízist egy egész cégre, utána milyen projekteket állítsak föl, milyen action pointokat ahhoz, hogy ki legyen azért a felelős, hogyan kövessük után, hogyan mérjük ezeket. Jó volt látni az esettanulmányokat, azt látni, hogy mások hogy csinálják, tényleg hogy rakják ezt össze az elejétől a végéig. Az Employer Brand Akadémián a három legfontosabb gyakorlati tudás, tapasztalat, amit megszerezhetsz, a következő. Képessé válsz arra, hogy a vezetőidnek elkezd beszélni a munkáltatói márkáról, és akár egy kávé mellett egy szalvétán meggyőzd arról, hogy miért fontos ez a téma. Képessé válsz struktúrában, stratégiában gondolkodni munkáltatói márka kapcsán, és olyan rendszereket tudsz építeni, amik mérhető üzleti eredményeket szállítanak, és a vezetőid számára ezek a legfontosabbak. És végezetül olyan esettanulmányokat, kézzelfogható, praktikus gyakorlatokat is megismerhetsz, amiket akár holnap beépíthetsz a mindennapi működésedbe. We'll be right back.